Tisztelettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Csizmadia László, a Civil Összefogás Alapítvány elnöke, a Békemenet szervezője. Itt vagyunk a CÖF irodájában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, mi meg, hogy ide jöhettünk. Megtisztelő a meghívás, és a hallgatókat én is köszöntöm. Szombaton békemenet lesz, erről fogunk beszélgetni. Többen kérdezték a hallgatóink, hogy ide csak Fidesz tagok mehetnek, és Fidesz szimpatizások? Hát én úgy gondolom, hogy ilyen kitétel soha nem szerepelt a mi szervezésünkbe, de akkor, ha így kérdezett, akkor rögtön mondanám, hogy hát miért ne jöhetnének Fidesz tagok, Fidesz szimpatizások, hiszen a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány CÖF-CÖK-ának a fő elve az mindig a népfelség elve volt, és mi olyan kormányokat tudunk támogatni, akik nyilvánvalóan a keresztény nemzeti konzervatív úton haladnak. De most tekintettel arra, hogy amikor nem azon haladtak, amikor mi megalakultunk, akkor éppen ellenzékben voltunk, tehát 2009-ben is ugyanezt mondtuk, tehát a fő motivum, a kályha, hogy keresztény, nemzeti és konzervatív. Mi a békemenetnek a fő célja, és mik azok a fő üzenetek, ami miatt ez a menet most majd elindul? Ugye tudjuk, hogy ez a nyolcadik békemenet. Az első békemenet az 2012. január 21-én volt. Akkor spontán azért kezdtünk szervezkedni, mert nagyon nagy támadás érte az új kormány, de nem arról beszélünk csak, hogy az új kormány, hiszen beszélhetnénk csak erről, hogy itt a nép kétharmada választotta meg a kormányt, hanem a magyar népet. Tehát Brüsszelből olyan támadások érkeztek, amelyek azt célozták, hogy akár a kormányt meg kell buktatniuk, vagy pedig olyan helyzetet, gazdasági helyzetet kell létrehozni, amely a magyar népnek, amely egyébként is beszorult ugye az előző 8 év Gyurcsányi korszakában, tulajdonképpen egy halálos ölelés jelentett volna. Na most ugye van most megint egy békemenet. Szoktam mondani, a kígyó a farkába harapott, mert most Brüsszelből is ugyanilyen jelzések jönnek, mint amit akkor szenvedtünk el. Támadják a jogállamiságunkat, azt mondják, hogy Magyarországon nincs demokrácia, és hát tudjuk, hogy most már egyes abszolút hazánk szuverenitását célzó támadások is vannak, ilyen például a gyermekvédelmi törvény is, vagy éppen az, hogy nem értünk egyet abban, hogy az iskolákban a gender szemléletet bevigyék, hiszen a szülők jogát, ami egy természetes jog és Istentől van, szerintünk nem lehet elvenni. Na most ez, ami Brüsszel felé egy üzenet, ugye mondjuk, hogy soha többé, úgy foglalhatnám össze egy mondattal talán, hogy soha többé birodalom, azt a szovjet birodalomban megtudtuk, hogy milyen, most nincs szükségünk egy Egyesült Államok szisztémájú szuper államra, tehát üzenjük, hogy a szuverenitásunkat ugye meg akarjuk őrizni, és ami a legfontosabb, mondtam, a népfelséget, hogy az emberek sorskérdéseiről helyben lehessen dönteni. Na most a másik üzenetünk ugye az ellenzéknek szól, és pedig azért, mert úgy érezzük, hogy az 1956-os forradalom kapcsán, amikor kivégeztek 235 ártatlan fiatal embert, amikor az országból elment 200 000 többségében fiatal, a Kádár rezsim és a kommunizmus terrorja elől, akkor mindenképpen a felelősöket ugye meg kell nevezni. És a felelős nem csak a Kádár rezsim és a szovjet birodalom volt, hanem azért itt személyesíteni is lehet a dolgokat, hogy például Apró Antal hogy segített ebben a témában, akár Nagy Imre kivégzése során is.
Tehát egyszer van egy kommunista szellem, ami áthúzódott, és teljesen döbbenetes, hogy áthúzódott a terror szemléletével 2006. október 23-ára is, amikor a gyurcsányi terrort úgy kellett a békésen távozó ünnepségről, békésen október 23-án távozó embereknek megélni, hogy a saját miniszterelnökük vezetett ellenük lovasatakot, vizágyúzott, és gumilövedékekkel szórta meg az embereket, tudjuk, hogy súlyos sérüléseket okozva. Hát a kis dolog, ugye a viperanás pángolásdal se egy szép dolog, tehát akkor nem volt demokrácia, és a gyurcsányi szellemiség egy délután megváltoztatta a köztársasági képet, egy vörösvéres köztársaság alakult ki, amire nem szavazott egyetlen magyar sem, amikor, hát mondjuk ki, Gyurcsányék csalással megnyerték a 2006-os választásokat. Itt csalás alatt az érti, hogy Gyurcsány Ferenc az Összödi beszédben például elmondta, hogy más számokat mondtak a választási kampányban. Pontosan nem csak mondtak, hanem az Európai Uniónak egy meghamisított mérleget küldtek el. Ugye ez az akkori Európai Bizottság elnök Barroso ezt e fölött szemet hunyt, de ugyanakkor a választások előtt, ha megjelennek azok a számok, amelyek mutatták volna, hogy Magyarország tulajdonképpen teljesen eladósodott, és hozzá plusz a Gyurcsány beszél, ugye nem kell mondanom, hogy mit csináltak éjjel, reggel, meg este, és milyen böszmeségeket, akkor biztos, hogy nem választják meg. Tehát nyugodtan beszéltünk ilyen értelemben a választások elcsalásáról. De akkor ott fejezném be a mondatot, hogy most ismételten azt látjuk, hogy az ellenzéknek ezek a képviselői, akik akár a szüleiktől is megtanulták a kommunizmus, bolsevizmusnak a taktikáját és technikáját is, azok most vissza akarnak jönni, és ezt mi rendkívül elkölcstelennek tartjuk. Azt mondjuk, hogy nem volt még bocsánatkérésem, de a legnagyobb bocsánatkérés, amit a nép akar, én ma is állítom, hogy a politika színpadjáról ezek a lejárt lemezek tűnjenek el. A szuverenistáknak a kiállását azt értem, az ellenzéki pártpolitikát is értem, ott azért lenne kérdésem, hogy most ugye például az apák fiak felelősségéről retett utalást, és a Fidesz-el, illetve a jobboldali táborral kapcsolatban is gyakran elhangzik, hogy akár az elődök, akár egyes szereplők szintén érintettek voltak az előző rendszerben. Ezt az ellentmondást fel lehet oldani? Szerintem mindenféleképpen az objektivitás talaján kell fölmérni, hogy mennyire voltak érintettek, kik voltak adott esetben gyilkosok, vagy pedig rabolták ki a magyar állam és a nép kincstárát. Ezek elég vaskos érvek. Tehát amikor időnként érvek. Az interneten megjelennek ilyen listák, hogy ez volt KISZ tag, meg MSZNP tag, meg egyebek, akkor azért az más, hogy esik alatba, mint az, hogy ki volt gyilkos, vérbíró és a többi. Hát ezt szeretem volna mondani, tévedés ne essék. Én is abban az időben éltem, amikor a Kádár rezsim minden huncutságát, idézőjelben a huncutság szót végig kellett élnem, és a csengőfrásztól tulajdonképpen ugye az AVH-soknak a munkálkodását. Tehát azért itt másról beszélünk, de tévedés ne essék, hát a Kádár rezsimben is csak 800 ezer párttag volt, és azért 10 millió magyar, akinek más volt a véleménye, tehát egy pillanatig sem mondom azt, hogy hordozni kell a leszármazóknak, az ősök, közeli ősök magatartását és tulajdonképpen a bűneit, de azt látni kell, hogyha van egy szellemi folytatás, ez még egy fizikaival is társul. Itt már nem arról beszélünk, hogy azokat a gyermekeinket próbáljuk azonosítani mondjuk a bolsevikokkal vagy a kommunistákkal, akik ma
tényleg én úgy érzem, hogy érezhetik a demokráciát, a jogállamiságnak az előnyeit, és az állam is, valljuk be, az elmúlt 12 évben megteremtett egy olyan lehetőséget a fiataloknak, hogy megtalálják a saját utukat. Azt is hozzá kell tenni, hogy nincs olyan család sem, meg olyan kormány sem lehet, amelyik hiba nélkül dolgozik. De mindig mondom, hogy próbáljuk már meg mérlegelni, és mindaddig, ameddig a szimbiózisba tud a többség élni a kormánnyal, és egyúton tud haladni, és tudomásul veszi, ugye, hogy a rendkívül fontos, hogy a kormány, az államvezetés és az egyház között is egy összhang legyen meg, mert ugye a hit kérdése nem hagyható el, és akkor az előbb kérdez, hogy még miért megyünk, hát azért megyünk, mert nyilvánvalóan európaiak vagyunk, azért megyünk, mert az unió tagjai vagyunk, és a 3000 éve zsidó-keresztény civilizációnkat, ami óriási értékeket jelent más kontinensekkel szemben, meg akarjuk őrizni. Tehát ezért fontos az egyház és az államnak, nyilvánvaló ez egy szétválasztott két intézmény, de a magyarok érdekében az összefogása. Ha ugye az ellenzéket említette, és egy új helyzet állt elő, hiszen Márki-Zay Péter lett az ellenzék miniszterelnök jelöltje, aki magát 7 gyermekes konzervatív keresztény családapaként apostrofálja, miközben a programjában meg számos ilyen progresszív balliberális elemet látunk. Pont a Hit Radio a választási győzelmének az estén megkérdezte, hogy akkor ő mit tervez egyházpolitika területén. Azt mondta, hogy ő feltétlen híve a szekuláris egyháznak. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudom, gondolom szekuláris államra gondolt, de hogy egy ilyen nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy a magánéletében keresztény, a politikájában meg sokkal inkább egy ilyen liberálisabb és szétválasztósabb valamit képviselne. Hogy mit tud kezdeni azzal a békemenet, illetve a konzervatív tábor, hogy egy keresztény konzervatív miniszterelnök jelöltje van hát az ellenzékben. Hát ezt én azért nem mondanám ki ilyen egyenes, hogy keresztény és konzervatív. Nyilvánvalóan azt kell látni, hogy milyen csapattal és csapatban dolgozik. Tehát tudjuk azt, hogy Jézust is ugye félrepróbálták vezetni, amikor a pusztában oda ment hozzá ugye maga az ördög. Akkor a mérges kígyók fajzatai. Igen, ez így van, vagy éppen mondhatjuk, hogy a Édenben a kígyó is valahogy így közelítette meg az embereket, mint ahogy azt Ádámot és Évát, mint ahogy azt most Márki-Zay próbálja. Egy embernek tulajdonképpen nem lehet kétféle éne. Van maga az embernek, van egy lelkiség, ezt a Jóistentől kapta, a lélek benne van, na most, hogyha ez a lélek úgy jelentkezik kifelé, hogy kettős hatással próbál a politikai életben magának javakat szerezni, becsapva az embereket, akkor ezt egyáltalán nem szabad elfogadni. Közülük Márki-Zay Péter becsapja az embereket? Mert teljes mértékben, mert hát ugye hozhatunk napjainkból is példát, mert ha valaki valóban a keresztény civilizáció mellett lenne, akkor éjjel-nappal védekezni kellene az ellen, ami Európában folyik, a kereszténység támadása ellen, és nem csak Európában, hanem Afrikában, Közel-Keleten, de ő nem ezt teszi. Hát erre azt mondja, hogy ez egy álprobléma, amit a Fidesz gyártott. Nem, hát azért szó nincs rajta, az álproblémákat az tulajdonképpen ő gyártja, amikor hazugságokkal próbálják azokat az eredményeket támadni, amit tulajdonképpen a magyar nép hozott létre. Beszéljünk a GDP 7,6%-áról most, vagy a fiataloknak nyújtott, vagy a családoknak nyújtott óriási
kezdeményezőkről, a nyugdíj, a 13. havi nyugdíj visszaadásáról, de a visszavásárlásokra, amit itt a Gyurcsányék eladtak állami tulajdont, azt sorba vásárolta vissza ugye a jelenlegi kormány. Tehát ezek a hazugságok mind olyan szírén ígérgetések, amit soha nem tudnak betartani. A Gyurcsányék is így csinálták, Megyes is így csinálta, de azért felhívnám Márki Zolynak a figyelmét arra, hogy ő a második olyan ember, aki Gyurcsány majd meg fog pucsolni, egész biztos, mert csak egy játékszer. Ugyanúgy vezeti vezetőszáron őt Gyurcsány, mint ahogy mondjuk Ceglédi Csabát. Tehát itt arról van szó, hogy ez a rossz szellem, és amelyik a megtestesítője a Gyurcsány Ferenc, az kifejezetten magyar ellenes, kifejezetten arra játszik, hogy ha egy birodalom létrejön, akkor ő itt egy helytartói szerepet vívjon ki, erre dolgozik a feleségével együtt, nem érdekli őket az, hogy kialakul ilyen értelemben egy rabszolgatársadalom, mégpedig úgy, ha visszavezetjük a hitre, ugye, hogy itt az illegális bevándorlók azért nyilvánvaló az iszlám felfogásukkal nagy többségük, és most nem csak a terrorról beszélek, egy olyan társadalmat hoznának létre, amelyik párhuzamos, és mindenfajta párhuzamos társadalom, azon kívül, hogy a kereszténységnek hátrébb kéne vonulni, hát nézzük meg, hogy ha jól tudom, ugye közben hallottam, hogy már a muzulmánok ugye tulajdonképpen a mecsetből hangszorokkal hívják az embereket, tehát lassan elhangul a harangszó, és lesz muzulmán felhívás. Tehát itt arról szól a dolog, hogy a párhuzamos társadalmat létrejöttével a zavarosban nagyon jól tud halászni egy birodalom. Na most ezt nem engedhetjük meg. Látjuk Németországot is, ahol most épp egy hárompárti koalíció készül körvonalazódni, és látjuk azokat a törekvéseket, hogy a környezetvédelmi politika kapcsán mondjuk minden kis és középvállalkozást arra köteleznek, hogy saját költségen napkollektort szereljenek fel, hogy 18 év felett TB támogatottá tennék a nem váltó műtétet, hogy már a 18 év alatt is az adminisztratív bonyolultságát megakadályoznák annak, hogy valaki más nemet írjon be és sorolhatnak, és ott van az illegális bevándorlásnak az elősegítése is, szavazati joggal is játszanának. Ilyen lenne az új, akár hatpárti összefogás, ha ők kerülnének kormányra? Hát, ugye ez a hatpárti összefogás is erősen megkérdőjelezhető, mert a DK mellett, ugye most már az MSZP-ről nem beszélünk, már sikerült tönkretenni a Gyurcsánynak. És néhány nyerhető körzetet azért nyerte. Hát igen, de a DK, ugye az MSZP az teljesen egy 5-6%-os pártá alakult, de ugyanakkor a kispártok, akik mellé csatlakoztak, azok annyira nem jelentősek, hogy tulajdonképpen egy DK-s többséggel úgy rángatja őket a Gyurcsány Ferenc, ahogy akarja. Hát ezt a tervét világosan lehet látni. Tehát nekünk arra kell figyelni, és úgy gondolom a magyar embereknek együttesen, hogy a DK önmagában ne tudjon úgy megerősödni, ahogy ő szeretné. És itt mondanám azt el, hogy amikor 89-ben mi rendszerváltásról kezdtünk beszélni, és örültünk annak, hogy egy rendszerváltás következik be, most el kell mondanunk, hogy itt vagyunk 2022-ben, és mégis ebben a rendszerben egy farkas és éhes, hatalomra éhező ember próbál a magyarok nyakába ülni, és
Viszont van egy lehetőségünk 2022-ben, és itt, amikor a népfelségről beszéltünk, akkor azt kell látni, hogy Magyarországon a jogállamiság és a demokrácia, a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás rendben van, és rendben lesz a 2022-es szavazásokon is. Tehát ki tud egy végleges rendszerváltást csinálni az a nép, akinek a kezében van ugye a lehetőség a szavazataival. Mert ha 2022-ben nem nyerne a baloldali koalíció, akkor végük lenne, vagy majd újabb négy évet nyertünk? Ezt akarom mondani, hogy ez a nép segítsége is kell. Át kell gondolni, hogy a háromszori kétharmad után érdemes lenne esetleg ezt az utat folytatni, és hogyha ezt az utat tudjuk folytatni, amit eddig a nagy többség erejéből csinálunk, akkor a politika színpadáról valóban végleg le lehetne söpörni ezeket az embereket, akik nem odavalók, és az idő is eljárt fölöttük. Na de 14-ben és 18-ban is eltűnhettek volna a kudarcok hallatán, és mégsem tették. Hát szívósak. Van pénzük és tartalékuk. Igen, szívósak, ugye nem akartam ebbe a dologba bemenni, de hát most és miből élnek a külföldi támogatásban, az Európai Uniós támogatásból. Tudjuk a Dobrev Kára műveknek a támogatását, ugye a Soros György féle NGO. Erre mondják felé. Azt, Dobrev vég, hogy az Altusszal ők megdolgoztak, és komoly szakmai. Hát biztos, hogy megdolgoztak, de azért szeretném mondani, hogy a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány gondolom legalább úgy megdolgozik, mint bármelyik NGO. Igen, ez egyébként érdekes, hogy magukat viszont rendszeresen bántják, azért, igen, ha egyetlen támogatást lehet megkapni. Erre is tudok válaszolni, de maradjunk az NGO-knál, úgy hiszem, ők sokkal kevesebb munkát végeznek, és ami a legfontosabb, úgy kell a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak a honlapja, hogy mi külföldről egy filér támogatásra kapunk. És akkor jön egy másik kérdés, amit ön felvetett, hogy honnan kapjuk a támogatásokat. Elsősorban magánemberektől, magáncégektől. Tehát több az adomány, mint a... Adományokból, uh-huh. Igen. Tehát néhány pályázatból is természetesen, de még olyan is előfordult, hogy sponzorálnak bennünket állami cégek, ilyen volt a szerencsejáték, vagy valamikor az MVM, és akkor visszamegyünk az MVM-hez egy kicsit, ugye, mert mondták, hogy 500 millió forintot kapott a CÖFFA abban az évben. Mi történt? Az egy civil misszióra történt MVM-es hozzájárulás volt, ahol mi, ugye mondta az ellenzék, hogy csináltunk 5 kisfilmet, és ezért kaptuk, nem erről van szó, hanem megcsináltuk az 5 kisfilmet, és ezt több mint 300 ezerszer vetítették a televíziókba, annak érdekében, hogy bemutattuk, hogy hogyan lehet a civil társadalmat támogatni. Na most mi történt? A következő évben 1,5 milliárd forinttal több érkezett a Nemzeti Civil Alap számlájára az 1%-os SZIA alapokból, tehát nem volt véletlen ez a munka. Hát 500-at kaptak, és 1,5 milliárdot hoztak. 1,5 milliárd megérkezett kifejezetten a NEA Nemzeti Együttműködési Alaphoz támogatásként. Tehát ez a kérdés egyik része, meg az, hogy mi mindig egy filérrel el tudunk, minden filérrel el tudunk számolni. Na most, ha egy kicsit beszélgetünk, lehet, hogy ez már hosszú lesz, de azért nézzük már meg közgazdaságilag ezt az állami támogatás kérdést. A szponzoráció az nyilvánvaló azt jelenti, hogy egy olyan támogatást kap a civil összefogás fórum, amivel kiszolgálja a szponzor. Tehát a tevékenységéhez olyan tevékenységeket tesz le tételesen, többet. Például a szerencsejátéknál, vagy 18 olyan szerződési pont van, ahol különböző szolgáltatásokat nyújtunk. Ezzel magának a vállalatnak, a cégnek a nyilvánvalóan az elismertségét a közegben rendkívül módon erősítjük. Tehát ez tulajdonképpen akár egy hirdetésnek is felfogható. De van nekem egy közgazdasági véleményem, mégpedig az, hogy egy állami vállalat abban különböző, hogy a tulajdonos az állam. De abban nem, hogy a tulajdonosok, azok mindig meghatározzák egy vállalatnak, hogy milyen nyereséget kell minden évben hozniuk. A tulajdonosok fölött dolgoznak, az emberek fölött
közöttük a menedzserek. A menedzsereknek az a feladata, hogy ezt a nyereséget biztosítsák. Na most, ha ők a nyereséget biztosítani tudják, és ez állami adóként ugye befolyik a költségvetésbe, az azt jelenti, hogy nekik minden eszköz kell megragadni ahhoz, hogy az emberek széles tömegét vonzák be a saját cégükhöz. Tehát ilyen a reklám, a szponzorálás és sok más dologról tudunk beszélni. Tehát akkor beszélhetünk állami támogatásról, ha annak úgy kapná ezt a civil összefogás, hogy ezért nem teljesít, vagy az az állami vállalat, amelyik ezt adja, nincs sok ilyen tévedés, egy-kettőről beszélünk most, az nem tud elszámolni a tulajdonos felé, hogy az előírt nyereséget és adót nem fizette be. Tehát itt egy félrevezetés folyik, de mi nagyon büszkék vagyunk arra, hadd mondjak egy példát, mert ez egy karitatív tevékenység, hogy például 25 millió forintot kaptunk magántámogatásból, még amikor a pandémia beindult, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy a nyugdíjas házaknak segítséget kell adni, mert ott a szervezet immunitása talán a leggyengébb. És akkor az történt, hogy 25 millió forintért mi vásároltunk gyümölcsöket, 65 tonna gyümölcsöt vásároltunk, és 96 nyugdíjas házba vittük el politikai mentesen. Tehát ebben próbáltuk az immunitást erősíteni, de sok ilyen példát tudok mondani, hogy mi nem társadalompolitizálunk csak, hanem a társadalom érdekében, a magánszemélyek támogatásának segítségével leteszünk az asztalra minden olyat, ami az önkéntes munkánk erejéből létezik. Ja, a frusztráltabb civil szervezetek erre mondhatják, hogy oké, ezeket mi is megcsinálnánk, ha annyi pénzt kapnánk, mint maguk, de mi nem vagyunk olyan jóba a kormánnyal. Hát ez nem, én azt gondolom, hogy ez nem kormánykérdés, ez még egyszer mondom, a társadalom többségének a javára történő tevékenység, és ugye most egy kirívó magas összegről beszéltünk, és egy magas összeggel igazoltam vissza, hogy mi történt, de nyilvánvaló itt nem akkora pénzekről van szó, csak példaként hoztam, mert ugye ez volt a legnagyobb az életünkben, a 12 éves életünkben, amivel meg kellett egyébként birkózni, mert örült, nagy feladatokat kellett végrehajtani. Én nekem az a véleményem, hogy a magyar kormány egyébként a civileket évente és folyamatosan maga egyre növő támogatása, most 10 milliárd forint körül van az a támogatás, amit a civil pályázatokon el lehet érni, és érint 25 ezer szoktak pályázni, és 5-6 ezer civil szervezet kap folyamatosan támogatást. És akkor még ott vannak az önkormányzati támogatások, a szponzorációs támogatások. Így van, tehát, hogy a TAO-tól kezdve, igen, most igen. Én ebben nem tehát a civil világ, hogyha akar, 1%-os felajánlás, akkor azért tudnak. Ez így, az 1%-os felajánlás is fontos, mert mi is kapunk 1%-okat, hála a jó Istennek, de mégis fontos az, hogy jól lehessen pályázni, hogy a tevékenység láthatóvá váljon, és ha nagyobb civil szervezetekről beszélünk, akkor azoknak láthatóvá válik azért a tevékenysége is, de ne feledkezzünk meg a kicsikről sem, a versmondókról, a táncosokról, akármilyen közösségért történő munkálkodásukról, de én úgy érzem, hogy egy a fontos az ön kérdésére a válasz, hogy 12 éve létezik a civil összefogás fórum, és kérdezem azt, hogy miért nem lehet fogást találni rajta, elmondom. Mert a mi kuratóriumunk egy filért nem vesz föl egyetlen egy ember sem. Én sem veszek föl 12 éve innen egy filért sem. Szemben meg tudnánk mutatni, hogy ez a pártokban és az NGO-knál hogy történik. Tehát tisztának kell maradni, becsületesnek kell maradni, minden filérrel el kell tudni számolni, és ez megtörténik, akkor mindenki jól alszik, én is. Na visszatérve a békemenetre, mi a program?
Hát a program ugye az a hosszú szervezésünk után úgy kezdődik, hogy 13 órakor a műegyetem előtt, ugye a forradalom bölcsője előtt lehet gyülekezni. A buszokkal be lehet jönni a Petőfi hídon, Hungária körút vonalán, és ott le lehet az műegyetem előtt tenni az embereket. Minden olyan résztvevőnek ugye ajánljuk, hogy a műegyetem előtt gyülekezzenek, a Molino és a Molino előtt egy Csepeltenre úton, ugye 56-ra is emlékezünk, és például a Csepeltenre úton ott lesznek a kivégzettek, nem mindenkinek, de a fotója, hogy ártatlan ugye mártírokról is beszélünk, és előtte lesz a kamionunk, amivel országjárást is végeztünk. Tehát mindenki megtalálja a Gellért tér sarkán, hogy és a Budafoki sajtán és az egyetemnél, hogy hova kell jönni. 14 órakor lesz az indulás, ugye Szabadsághíd, Vámház körút, Károly körút, és végül az Erzsébet tér, ahol az a szerencse ért bennünket, mert tényleg ezt se fogja senki elinni, de mondom, hogy mi ezt az útvonalat 3 hónappal ezelőtt foglaltuk le. Ezt tettük azért, mert a rendelet úgy szól, hogy a beérkezés sorrendjében bírálja el a rendőrség az útvonalat. Na most ilyen szerencsések voltunk, hogy mi 3 hónap ezelőtt lefoglaltuk. A kormány nem tudta még, hogy hol fogja. De akkor ez nem úgy van, hogy felhívják Orbán Viktort, vagy Orbán Viktor felhívja magukat, hogy most nagyon nagy a szorítás, kéne békemenetet szervezni. Hát nagyon megtisztelve érezném magam, ha ezt megtenné a miniszterelnök, nem kell esküt tenni, ugye, mert sőt, amikor a templomba megyek, sem kell majd erről, hogy úgy mondjam, bevallást készítenem, meggyónom, mert Orbán Viktor nem hívja föl a békemenetet. Itt a békemenet, mondom én, és talán most túlzok, hívta fel Orbán Viktor figyelmét megint arra, amit egyébként 2012-ben elismert, hogy a békemenetnek is köszönheti, hogy itt nem történt ugye a kormányváltás, és én úgy gondolom, hogy most a békemenet megint megmutatta, hogy a kormánynak, amelynek szüksége van egy ekkora tömeg, ugye adott esetben a kétharmad támogatására és a szavazásokra, annak oda kell figyelni, és tényleg megtiszteltetésként ért bennünket, hogy rendhagyó módon ugye a kormány a Erzsébet térre tette az állami ünnepség színhelyét. Tehát fordított pontosan a dolog, de hát ezt nem, hogy mondjam, ezt mi nem akarjuk folyamatosan védekezésként elmondani, ez egy rendszer, és hogy mennyire rendszer. A cök, amikor neki áll szervezni egy békemenetet, akkor mi sok mindent meg tudunk csinálni. Tudunk a 15 ezer szellemi honvédőnkhöz szólni, megkérhetjük őket, hogy önkéntesen szervezzenek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ha a társadalom, a benne lévő polgárok nem akarják a békemenetet, akkor szervezhetünk mi akárhogy, biztos, hogy nem lesz 500 ezer ember a békemenetet. Ugye erre mondja azt ez a balliberális sajtó, hogy buszokkal szállítják az embereket a békemenetet. Mondhatok erre egy számtant. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy egy buszba 50 ember fér be, 10 buszba 500, 1000 buszba 5000, és hogyha itt ugye megjelen 50 ezer, de ha megjelenne 1000 busz, akkor Budapestet le kéne teljes mértékben zárni. Nincs erről szó. Az emberek jönnek autóval, jönnek gyalog, jönnek vonattal, szerveződnek, mert jól érzik magukat ebben a közösségben. Mi várjuk őket természetesen, hiszen meg kell mutatnunk az összetartozásunkat és az erőnket, békés, méltóságteljes ünneplést szeretnénk, és azért is támadtak, amikor mondtam, hogy a mi békemenetünkön ugye szoktak jelentkezni babakocsival és karonülő gyermekekkel, nekik azt mondjuk, ha jönnek, nem baj, van itt megfelelő védelem, már mindjárt erről is egy-két szót szólnék, de a járdán közlekedjenek, hát nehogy már eltítsuk a fiatalokat attól, hogy egy ilyen élményben részesül lehetnek,
mert itt nem történhet zavargás. Én azért gondolom, hogy nem, mert 2006-ból a magyar rendőrség is tanult, és neki tudni kell, hogyha a mi államunkban demokrácia van, jogállamiság van, az ő feladataik pontosan meg vannak határozva, az azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy melyik párt hol rendez rendezvényt, és mit mond. Az ott lévő embereket meg kell védeni minden inzultustól. Ez a rendőrség gondolom eljutott. Számítom a durva provokációra, mert azt lehet hallani, hogy ilyen vicceskedések, meg hekkelések lesznek, de ugye ez nem veszélyezteti az embereket. Én úgy gondolom, hogy a magyar rendőrség erre alkalmas, de úgy gondolom, hogy hát nagyon bátor ember az, amelyik egy ilyen összetartozó tömegbe megpróbál közvetlenül provokálni, nem ajánlanám, nincs is ennek semmi értelme. Minden ideológiával, különböző ideológiával rendelkező embernek azt tanácsolom, hogy menjen oda, ahova szeretne, de rendzavarást ne csináljon, mert egyrészt a politikai kultúrához, is hozzátartozik, másrészt pedig, hát hogy úgy mondjam, a mi nekünk mondom, hogy a keresztény élet fő része, hogy más ne bántsuk, sőt, még ennél többet is szoktunk mondani, ugye, hogyha megdobnak ővel, akkor mi történjen? Ezt nem akarom kimondani, mert a kő nem fog jönni, úgy érzem. Csizmadia László, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Szívesen. Örülök, hogy itt lehettem. Kedves hallgatóink, szombaton tehet békemenet, a Hit Rádió stábja is kint lesz, mi is kint leszünk, és lesz majd élő közvetítésünk is a Hit Rádió különböző felületein. Köszönjük a figyelmet.